A korábbi 25 millióról 50 millió forintra emelkedett a Széchenyi kártya folyószámla hitel igényelhető összege, az 1,5%-os alapkamatnak és az állam által nyújtott támogatásoknak köszönhetően a hitelkonstrukció minden eddiginél olcsóbban és egyszerűbben érhető el a kis és közepes vállalkozások számára. A Széchenyi kártya szabadon felhasználható folyószámlahitel éves nettó kamata 4,5%. Az igénylők akár már 3 hét alatt is hozzájuthatnak a minimum 500 ezer, maximum 50 millió forint összegű szabadon felhasználható hitelhez. Nagy örömünkre a Széchenyi kártya program keretein belül sikerült megállapodnunk a Fejlesztési Minisztérium és a Gazdasági Minisztériummal abban, hogy mostantól, tehát a magyar közönyegben a meghirdetéstől számítottan a Széchenyi kártya folyószámlahitelnek az eddigi 25 millió forintos felső határát megduplázza a kormányzat, és 50 millió forintra emeljük föl ezt a felső határt. A gyors és egyszerűsített hitelbírálatot követően csökkentett adminisztrációval akár ingatlan fedezet nélkül is elérhetik a kis és középvállalkozások a Széchenyi kártya nyújtotta hitel lehetőségeket. 2002 óta több mint 5300 vállalkozást regisztráltunk, a kihelyezett hitel pedig meghaladta 24 milliárd forintot. A programon belül a mai napig legsikeresebb termékünk a Széchenyi kártya folyószámlahitel, amely a vállalkozások átmeneti likviditási nehézségeire nyújt segítséget. Az idei év első fél évében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamara több mint 160 igénylést juttatott a programban résztvevő kereskedelmi bankokhoz. Így az első fél évben kihelyezett hitelösszeg meghaladta az 1 milliárd forintot. Comba Csabát üdvözlöm itt a stúdióban, a VOSZ megyei elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, tehát azt a fajta hitelkeretet emelték meg, ami a legnépszerűbb a vállalkozások körében. Már igényelhető ez a hitelforma? Még nem. A bejelentés az megtörtént valóban, ahogy a bejátszásban is hallottuk vezérigazgató úrtól. Azonban még a minisztériumban most folyik egyeztetés. Egy üzletszabályzatot kell módosítani, aztán a Garantika hitelintézettel a hitel háttér, garanciális háttérét is meg kell teremteni, plusz a bankokkal is tárgyalás folyik, hogy melyik bank ki tudja vállalni a 25 milliónál nagyobb hitelösszeget. Úgy néz ki, hogy van egy bank, nem akarom mondani a nevét pillanatilag, ő nem fogja tudni vállalni, tehát ez a bejelentés ugyan megtörtént, de adminisztratíve még nem zajlott le teljesen az előkészítése. Várhatóan úgy satszik, az ősz folyamán fog ez életben lépni, annál nem hiszem, hogy hamarabb hozzá lehet jutni. Egyébként ez a hitelelnézést a vállalkozásoknak, ez a magas összegű hitel, ugye ez egy folyószámla hitel, ami szerepelt is a bejátszásban, ez egy ilyen gyors segítségnyújtást jelent, a 25 milliós határ kevésnek bizonyult? Úgy néz ki, hogy igen, ugyanis egy folyamatos ugye elemzés folyik, többen jelezték már több pályázó, hát itt nem pályázók vannak, hanem hiteligénybe vevő vállalkozások, hogy magasabb összeget szeretnének felvenni. Ugye ez, ha visszaemlékszünk, ez több lépcsőben, először csak 1 millió forint volt, aztán 2006 körül 5 millió lett, aztán lett 10 millió, most 25 millió a felvehető hitel összeg, ennél a úgynevezett klasszikus Széchenyi kártya hitelnél. Most valóban az igények azt jelzik, hogy sokan tartanának nagyobb hitelre igényt. Azt még el lehet róla mondani információnk szerint, hogy valószínű ez is ingatlan fedezet nélkül lehet majd hozzájutni, tehát nem történik, hogy mondjam, szigorítás a rendszeren, ugyanúgy, mint a korábbiakban, ingatlan fedezet nélkül lehet lesz majd hozzájutni, csak ezeket az adminisztratív dolgokat még le kell rendezni, amit az előbb említettem, és egy új üzletszabályzatot is kell készíteni. Milyen a vállalkozások fizetőképessége, ugye a hitelek visszafizetésével az utóbbi években már annyira nem volt gond? Hát a Széchenyi kártya területén különösebben nagy problémák nem jelentkeztek eddig. Van mindig egy igen kicsi hányad, aki nem tudja esetleg visszafizetni, de ez teljesen azon a tűréshatáron belül van, ami még elfogadható a rendszerben. Általában az jellemző a vállalkozásoknál, hogy csak kisebb beruházásokra vesznek föl hitelt. Ugye most nem erről a hitelről beszélünk, hanem általában a hitelekről, hiszen nagyon sok konstrukció van a vállalkozások számára a piacon. A növekedési hitelprogram is tulajdonképpen azt szolgálja, hogy egyre több vállalkozás éljen a lehetőséggel. Tehát milyen hitelek iránt érdeklődnek egyébként a kis és közepes vállalkozás? Hát a beruházási hitelek iránt érdeklődés van, de még azért nem látjuk, hogy olyan lényegesen megnőne az a felvett, ténylegesen felvett hitelösszeg. Azt el lehet róla mondani, hogy szeretnék is kiemelni, hogy a Széchenyi kártya programban lévő beruházási hitelnek 1% a kamata.
tehát rendkívül kicsi, 1%-os a kamata, ezt azt hiszem még nem jutott el mindenki, vagy a köztudatban ez nem ment át, és ha már itt tartunk, akkor meg szeretném említeni, hogy az agrárhitel, ami szintén a Széchenyi Kártya programnak pedig 1,5%-os a kamata. Tehát ez még a Nemzeti Bank által meghirdetett programnál is kisebb, kedvezőbb, vagy pedig az alatt van egy kicsivel. Tehát ezt szeretnénk is propagálni itt a vállalkozások felé, hogy ebben a két hitelezési formában nagyon sok vállalkozásnál látjuk azt, hogy szeretne fejleszteni. Ehhez ugye beruházási hitelt vehet igénybe, vagy hogyha pályázik, amivel még sajnos ugye elég nagy a restancia az állam apparátus részéről, mert még mindig nem küldtek Isten igazából kiírva tömegesen a pályázatok vannak. Van is most egy kisebb konstrukció, amiben lehet pályázni, ez a 85 milliárd, ha jól tudom. Igen, ez a GINOP-os pályázat. Így van, de hát ez még nem az a, az a volumen, amit ugye a 2014-20-as programban a vállalkozások majd elérhetnek. Tehát visszatérve, hogy ha pályázni is fognak a vállalkozások, akkor vehetnek fel önerő kiegészítő hitelt, illetve a másik pedig a támogatás megelőző hitel. Tehát, hogyha nincs meg az önelej a pályázatnál, ezt is az Széchenyi Kártya programban fel tudják venni. Mielőtt megkapja a támogatási összeget, arra pedig tud felvenni támogatás megelőző hitelt. Én azt javaslom a vállalkozásoknak, hogy a OSZ irodákban keressék az alkalmazottainkat és tájékozódjanak, vagy pedig a KAVOSZ-nak, illetve a VOSZ-nak a honlapján, ott részletesen le vannak éve ezek a hitelformák és konstrukciók. Hogyha már említette a GINOP-os pályázatot, ami ugye 85 milliárdos keretösszeggel bír, és július 9-től lehet benyújtani a pályázati igényeket, kérelmeket, tehát ez pont ez a hét, akkor el kell azt mondani, hogy a legtöbb uniós pályázat ebben a ciklusban a termelési kapacitás bővítést fogja támogatni, és az új munkahelyek teremtését. Fognak-e élni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cégek ezzel a lehetőséggel, hogyan látja, ön ismeri a terepet, a szférát? Hát igen, mondjuk minden vállalkozás azért belülről nem ismerünk, de beszélgetések formájában nagyon sok információ jut hozzánk. Valóban, akik termelnek és stabil piacok vannak, azok tervezik azt, hogy fejleszteni fogják a termelő kapacitásukat, ahhoz különböző eszközök kellenek, különböző technológiák kellenek esetleg, amit be kell, hogy üzemelje, meg kell, hogy vásároljon. Azonban a termelő vállalkozások vannak hát a kisebb arányban, a nagyobb része a vállalkozásoknak a szolgáltatást végez, vagy kereskedelmi tevékenységet folytat, tehát itt kicsit más a helyzet. A termelés az egy sokkal nehezebb ügy, sokkal összetettebb, mint az egyéb vállalkozási formák. De akik a termelésben sikerült elérniük sikereket, és stabil piacot tudtak magunknak tervezni, vagy teremteni, azok tervezik azt, hogy fejlesztenek, és ehhez hitelt vegyenek igénybe. Hogyan látják már most, ugye most tényleg még csak egy pályázati kiírás jelent meg, de a jövőben arról beszélnek, hogy a pályázati rendszer az egyszerűsödni fog, tehát kevesebb papírmunka, kevesebb bürokrácia, és gyorsabban jutnak majd a forrásokhoz a vállalkozások. Egyszer egy olyan statisztikát olvastam, amely szerint a pályázatokban a kis és közepes vállalkozások kértek a legtöbb segítséget, többet, mint az önkormányzatok és egyéb szféra abban, hogy jó pályázatok szülessenek. Mit látnak? Megtanultak már pályázatokat készíteni, írni, meg van a stratégia? Na itt most két kérdés, mert egyrészt a bürokrácia csökkentése a pályázatok területén, hát nem veszük észre, hogy ez csökkenne. Erre elindult egy jó pár éve egy program, hogy majd adóbevallás és sorolátét lesz, aztán utána a beadandó pályázatoknál és egyéb hivatalos ügyintézésnél, hogy minél kevesebb papír kelljen kitölteni, ez egyelőre nem, sőt, néha talán még több bizonyos területeken. Nagyon bonyolultnak tartjuk, hogy mindenről igazolás kell az igazolásról, tehát néha el lehet tévedni ebbe az útvesztőbe. Ez az egyik oldal. A másik pedig, amit említett, hogy a kis és közepes vállalkozások veszik igénybe többen a tanácsadókat. Valóban, hát egy önkormányzatnál, vagy egy állami intézménynél, vagy államállatnál, ott lehet, hogy van egy csoport, vagy osztály, aki ezzel foglalkozik, hogy pályázatokat ír, és profik benne, és meg tudják csinálni. Most egy kis és közepes vállalkozó nem tud eltartani állandóan egy pályázatírót, ő neki el kell menni egy pályázatíró irodába, mert arra meg nincs ideje, hogy ezzel kapcsolatos összes törvényt, jogszabályt, előírást, stb. Megismerjen és megtanuljon, és azt jól tudja majd alkalmazni, amikor írja. Van, akik megírják, de ezek vannak kevesebben. Ezért muszáj fordulni szakértőhöz, aki
meg tudja írni a pályázatokat. Még egy nagyon gyors kérdés, és a hitelekhez egy picit visszakanyarodva, ugye arról kevesebb szó esik a sajtóban is, és mindenhol, hogy a devizahitelek, hát nem csak a lakossági hitelezést érintették annó, hanem a kis és közepes vállalkozások is vettek fel devizában hiteleket. Nagyon sok vállalkozás ezeket a hiteleket nem tudta visszafizetni. Van-e arról információja, hogy akár itt a megyében, a régióban ez milyen számban érintette, és hogyan érintette a vállalkozásokat, mert hogy volt egy adósmentés, ami a lakossági hitelezésekre vonatkozott csak? Hát konkrét esetről tudok, de az, hogy itt a megyében hány vállalkozást érintett, az, ami nem tudunk foglalkozni, mert nem tudjuk, hogy még vállalkozás hol vett fel esetleg ilyen hitelt. Tudok nagyon konkrét eset, akik írásban megkerestek bennünk, hogy próbáljunk segíteni, az, hogy nem is osz vállalkozás. Itt, ami törvényi lehetőségek és egyebek vannak, azokról tájékoztattuk, hát ha nem tudja, hogy hova fordulhat a kormányhivatalhoz, stb. Egy csomó helyre lehet fordulni, hogy az ügyét elintézzék. Sajnos nagyon sokan az országból felvették a devizahitelt vállalkozások is, akik most ugyanúgy hoppon maradtak, vagy rossz helyzetbe kerültek, mint az egyéni devizahitelt felvevő emberek, vagy családok, akik hát nem tudnak ebből kilábalni. Isten igazából a VOSZ-ben nem tud mit segíteni, mert mi nem tudunk helyette tárgyalni azzal az intézménnyel, akit felvette a hitelt, nem tudjuk helyre tenni. Ez már egy jogi kérdés, egy peres ügy lehet belőle, tehát ezt mi, mint érdekvédelmi szervezet, nem tudjuk képviselni. Comba Csaba, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen is.